Studio Veszprém Podcast. Megkerülhetetlen emberek és történeteik. Diósi Lászlóval és Weber Lászlóval. Mi tényleg a valóságról beszélgetünk. Kedves nézőink és hallgatóink, a Studio Veszprém Podcast 99. epizódját hallják, látják. Ebből következik az, hogy egy hét múlva ünnepelni fogunk, mégpedig a 100. epizódunkat és fennállásunknak, működésünknek a 2 éves évfordulóját. Július 8-ára is invitáljuk önöket, benneteket, amikor majd egy másik hírneves és érdekes személyiséggel fogunk beszélgetni. Mai vendégünk dr. Pressing Lajos, aki Veszprémben született pszichológus, buddhista tanító, mesekutató, esszéíró, és a magyarországi buddhizmusnak a képviselője, buddhista nevén Lila Vajcsira. Légy oly kedves, és mondd el nekünk ennek a névnek a magyarázatát. Hát üdvözöllek benneteket, és szeretettel köszöntöm a Studio Veszprém Podcast minden kedves hallgatóját. Ezt a nevet akkor kaptam, amikor felszenteltek buddhista papnak. Ugye van egy olyan hagyomány, hogy amikor az ember kap egy ilyen felszentelést vagy felavatást, akkor bizonyos értelemben új életet kezd, egyfajta második születéshez, és ilyenkor kap egy másik nevet is, egy olyan spirituális nevet, ami emlékeztet bennünket a fogadalmunkra, meg arra az útra, amelyet be kívánunk járni. És ezeket a buddhista hagyományból szokták adni az embernek a tanítója. Ez a Lila Vajra is egyrészt egy történeti személy is volt, tehát egy kora középkorban élt buddhista mester, de a szó az egy beszélő név, tehát van lefordítható jelentése is. A Vajra, amelyik az összetételnek a második tagja, az egyrészt gyémántot jelent, másrészt mennykövet. És ez a buddhizmusban egy fontos szakrális szimbólum, tulajdonképpen a megvilágosodott tudatot fejezi ki. Nem csak a buddhizmusban, egyébként általában az indiai kultúrkörben használják, és eredetileg ezt a mennykövet jelentette, a buddhizmusban hangsúlyosabbá vált a gyémántnak a jelentése, ami egyrészt a megvilágosult tudatnak a tisztaságára, és a elpusztíthatatlanságára és ürességére utal. A első tagja az összetételnek pedig a lila, az a szanszkritul a játékot jelent szó szerint, de nem hétköznapi értelemben csak, hanem azt a kozmikus játékot, amivel a Isten vagy a végső szellemi lényeg teremti a világot. Ugye az indiai felfogás szerint a hagyományos spirituális felfogások ugye vagy kauzálisak, tehát úgy mondják, hogy a kereszténység, hogy a determinációt tanítják, a eleve rendeltséget, vannak olyan megközelítések, ez jellemző a kereszténységre is, amelyeket teleológikusnak neveznek, tehát egy olyan elképzelés, hogy van egy előre tételezett jövő, amelynek a megvalósítása mondjuk a történelem vagy a fejlődés célja. És az indiai hagyomány is ismeri ezt a kétféle felfogást, és mint részigazságokat el is ismeri, de az indiai felfogás szerint a végső valóság az túl van ezeken, mind az okságon, mind pedig a cél általi meghatározottságon. A végső valóságnak nem tulajdoníthatunk emberi értelemmel alkotott értelmet, vagy célt, vagy elképzelést, és erre használják ezt a játék
kifejezést. Ezzel azt akarják igazából kifejezni, hogy a végső valóság teljesen szabad. Uh-huh. Lajos, ha megengeded, akkor most ugye kiderült az is, hogy majd a mesékről is kell beszélnünk, mert hogy ebben a névben egy egész történet van, és te a mesekutatásról is foglalkoztál, de utazzunk vissza egy kicsit az időben és térben, Veszprémhez. Ugye a te önéletrajzod azzal kezdődik, hogy újra születtem Veszprémben. Igen. Nagyon ritkán látunk ilyet, úgyhogy erről is beszéljünk, de akkor egy kicsit Veszprém. Mi az első kép vagy szó, ami eszedbe jut, amikor Veszprémbe gondolsz? Ezt meg tudod osztani velünk? Hát igen, mondjuk egyet nem tudok mondani, mert nagyon sok emlékem fűződik Veszprémhez, de talán a előtte azért elcsünk egy-két mondatot, amire te is felhívta a figyelmet, az újraszületésről. Igen. Ugye, tehát a buddhista tanítás szerint a születés az nem a kezdet, hanem van a életünknek már egy előtörténete is, ami megelőzi a születést, és ami valószínűleg jóval hosszabb, sok-sok születést tartalmaz. És ebben az értelemben az, hogy hova születik valaki, az nyilván abban azon az életen belül befolyásolni fogja az ő kultúráját, fejlődését, ott érik az első élmények, de, és ebben az értelemben mondjuk gyökérnek tekinthető, tehát ebben az értelemben én is hallom a veszprémi gyökereimet, de más értelemben viszont, mivel már voltak előzmények, amik elvezettek oda, hogy te pont azon a helyen születsz, ezért lehet mondani, hogy másfelől az egy bizonyos már meglévő hajlamoknak vagy vonzódásoknak a kifejeződése is, hogy hova sodol az élet, hol születsz meg éppen. És ezt az én személyes sorsomban érdekes módon visszaigazolni látom abban, hogy ugye 36 éves koromban én elköltöztem Németországba, és eltöltöttem ott 30 évig éltem Németországban, és az az érdekes, hogy noha mondjuk ezzel a veszprémi háttérre nem összefüggő okok miatt kerültem Németországba, de a hely, ahol ott értem 30 éve keresztül, az nagyon hasonlít a Balaton felvidékhez. Ugye a Bodeni tónak az északi partján laktam, és a maga a tó az ugyan más jellegű, mint a Balaton, de a táj az nagyon hasonlít, az egy ilyen vulkanikus dombvidék, ez az északi part, és hangulatában tulajdonképpen úgy éreztem, hogyha hazaérkeztem, szóval egyáltalán nem, még áthidalta azokat a kulturális különbségeket is, amik mondjuk a német meg a magyar környezetből adottak, és még van egy olyan kisváros is, ott volt a környéken, ugye Schaffhausen, a svájci csücsökben, amelyik még hangulatában, karakterében is nagyon hasonlít a Veszprémhez, tehát ott is egy a középpontban ez a középkori vár áll, és az óváros az, ami meghatározza az egésznek a hangulatát. Tehát, hogy valahogy úgy érzem, hogy nekem eleve már születésemnél lehetett egy vonzódással, nekem Veszprémben is elsősorban az óváros az, ami megragadott, a mélyben nyomást tett rám. Ott is laktam az első három évben. Igazából a vár alatt volt a nagyanyámnak a háza közvetlenül, és hát egyrészt maga, tehát ott volt ez a történelmi rész a fejünk fölött, nagyon sok legenda kapcsolódott hozzá, tehát például ezt nem tudom ma már ellenőrizni, hogy igaz-e vagy nem, de hogy az udvarunkból még egy ilyen beomlott valami pince vagy alagút is volt, ami állítólag azt mesélték róla, hogy az még a török időkben a várkutba vezetett, és azon keresztül menekültek a városlakók. Szóval, hogy ezer szálon kötöttem ezekhez az emlékekhez, és mindenképp mondjuk a legerősebb személyes kapcsolódásom Veszprémhez ez a történelmi távlat, és az a kor
ugye, aminek mondjuk nekem elsősorban a misztikus vallási része volt az, ami foglalkoztatott vagy megérintett, de ami Veszprémben rengeteg olyan történelmi emlék van, ugye, ami ezt... Lajos, azt olvashatjuk rólad, hogy te már kicsi gyerekkorodban elkezdted gyakorolni a jógát, illetve a buddhizmussal, és ugye itt van egy különbség, ahogy én mondom, én buddhizmusnak mondom, te jellemzően háni. Igen, mert a szanszkritban jelentében a DH az egy fonéma, egy hangzó. Tehát ezt a hallgatók kedvéért mondja. Másképp mondja valaki is meg a nyelvet. Nem arról van szó, hogy hanghiba, hanem ez szándékos. Tehát visszatérve erre, hogy te nagyon fiatalon találkozol a jógával, Veszprémben, a családodban, gondolom ez a családban gyökerezik. Mesélj egy kicsit. Hát nem, érdekes módon nem. Családomtól teljesen idegen volt, és nem is konkrétan nem is Veszprémben találkoztam a buddhizmussal, mert 3 éves koromig, ahogy említettem, éltünk ott, és aztán édesapámat, aki hivatásos tűzoltó volt, és mindig oda helyezték, ahol éppen szükség volt rá, már őt elhelyezték először Zircre, utána Tapolcára, és mi az általános iskolát is Tapolcán fejeztem be, és aztán úgy kerültem vissza Veszprémbe, hogy a középiskolában már a Lovasiba jártam, és mondjuk a tudatosabb emlékeim azok inkább erre a középiskolás időszakról szólnak. De a buddhizmussal meg a jogával még Tapolcán találkoztam, még általános iskolás koromban. Nem tudom a családdal összefüggésbe hozni. Igazából úgy történt az egész, hogy egy barátommal így játszottunk, és valami padláson a lomok között találtunk egy régi könyvet, még a háború előtti kiadásból, mert akkoriban ugye ilyesmiket még nem nagyon publikáltak a 60-as évek elején, Magyarországon nem lehetett. És ez a Selva Raja Yasodhiának a Sport és Joga című könyve volt. És ezt ugye érdekesnek találtuk, és elolvastuk, és nekem ott rögtön, amikor ezt olvastam, egy ilyen hazaérkezés élményem volt. Tehát, hogy az a gondolkodásmód, az a kultúra, azok a fogalmak, amiket ez a könyv használt, erre úgy ismertem rá, hogy ez közelebb áll hozzám, mint az a külső környezet, amiben élek, meg a családi hagyományok, és akkor elkezdtem tudatosan keresni. Persze akkoriban nem lehetett még sok forráshoz hozzáférni, de hát amit ott a városi könyvtárban lehetett találni, így a keleti, vagy főleg az indiai kultúráról, azokat elolvastam, és annyira felelkesített bennünket ez a Selva Raja Yasodhian könyv, hogy a könyv alapján a barátommal el is kezdtünk rögtön jogázni, még hogy 11-12 évesen. Úgyhogy amikor Veszprémbe jöttem, akkor ez már megvolt ez a szenvedélyem, és elég nagy feltűnést is keltett. Ez egy kedves. Igen, ezt akartam kérdezni, hogy Ságvári Endre fiú kollégiumban. Aha. Elég nagy feltűnést keltettem, amikor oda bevonultam, és folytattam ezt a jogagyakorlatot, de aztán, mikor látták, hogy hiába ugratnak, meg csúfolnak, és következetes vagyok, akkor úgy tudomásul vették, és aztán elkezdték tisztelni, hogy valaki valamit komolyan csinál. Meg emlékszem, hogy a kedvenc jogájám, amikor már mondjuk tavasszal, meg nyáron, amikor jó idő volt, akkor a Benedekhegyre szerettem nagyon kijárni. Uh-huh. Ott ha van egy szobor is, igen, vagy akkor is legalábbis volt, nem tudom, mostán nem jártam ott. És ott gyönyörű kilátás nyílt ugye az egész Dózsavárosra, és ott fantasztikusan jó lehetett jogázni, meg meditálni, és akkor még nem volt nagyon turizmus, és általában ez egy csendes, félreeső hely volt. Lajos, a születésedről, tehát az életkorodról beszélhetünk férfiak között, ugye ez megengedett, 53, és 53-ban... Igen, ez azt jelenti, hogy most fogom a 69-et betenni. Igen, de 53 egy különleges év, nem csak azért, mert te újra születtél Veszprémben, hanem akkor koronázták II. Erzsébetet, akkor halt meg Sztálin, Rákosi elvtársból akkor lett az első titkár, tehát elég intenzív év volt, de van még egy fontosabb, vagy legalább ilyen fontos, hogy akkor
alapítják meg Magyarországon a buddhista missziót. Ez is érdekes, hogy te 53-ban születsz, és ez, igen, ez nagyon érdekes, mert én nem figyeltem fel rá, de most, hogy mondod, tényleg így van. No, igen, a buddhista misszióval aztán szorosra fordult. Igen, ennek a vezetője is voltam egy darabig, úgyhogy te biztosan igen, tudod igen. Azt a háttértörténetet, hogy ebben a világban, 53-ban, hogy létezik az, hogy igen. Egy ilyen misszió meg tud telepedni Magyarországon az akkori viszonyok között. Hát nézd, ezt én annak tudom be, hogy egyrészt ez egy, azért egy államilag kontrollált, ugye az állami egyházügyi hivatal által ellenőrzött közösség volt, és noha az emlékeim szerint én ehhez ugye a 80-as évek elején csatlakoztam, mikor már Budapesten éltem, nekünk hogy mindent megengedtek, meg tulajdonképp hozzá tudtunk jutni minden forráshoz is, külföldi forrásokhoz is, de arra nagyon vigyáztak, hogy kifelé ne szűrődjön ki ebből semmi a társadalom felé, tehát tilos volt úgy publikálni, hogy az könyvesboltokba kikerült, tehát csak saját magunknak készítettünk. Nem tartottunk nyilvános szerepléseket, fellépéseket. Úgyhogy ez egy ilyen felülről kontrollált szervezet volt, viszont az oka, hogy ez hogy lehetett lehetséges az 50-es évek elején, ez valószínűleg diplomáciai okokra vezethető vissza, ugye, hogy akkor a keleti országok közül is néhányan a kommunizmus vagy szocializmus útját választották politikailag, és ezekben a buddhizmus az őshonos vallás volt, és a buddhizmuson belül is létrejött egy ilyen béketábor, úgymond, uh-huh. Amelyik a valamennyire alkalmazkodott a politikai célokhoz vagy érdekekhez, és szerintem ennek az lehetett az oka, ennek, hogy létrehozták ezt a buddhista missziót, hogy az egy jó pont volt mondjuk ezekkel a keleti szocialista országokkal fenntartott gazdasági és diplomáciai kapcsolatokban, hogy itt fel tudtunk mutatni egy buddhista vallást. Egyfajta gesztus lehetett feléjük, és ezzel lehetett mondjuk ilyen protokollás eseményeken demonstrálni. Uh-huh. Ahogy beleástam én is magam a buddhizmusba, persze csak felületes ismereteket és információkat tud elkönyvelni az ember, meg hát egy ilyen műsor keretében nagyon nehéz ezt alaposan vagy részletesen kifejteni, de ha röviden tudnál reflektálni azokra a meghatározásokra, amelyek igazándiból jellemzőek. Most gondoljunk arra, hogy valaki úgy hallgatja, nézi ezt a műsort, hogy nem sokat tud magáról a buddhizmusról. Tehát, hogy Buddha nem egy magasabb rendű természet fölötti lény, hogy itt nincsen szó megváltásról, nincsen paradicsom, a tisztelet és a tolerancia az rendkívül fontos, hogy minden élőlényre kiterjed Buddhának a tanítása, hogy nem osztja a világot jóra, rosszra. Szóval mik azok a hívó szavak, megállapítások, amelyek legkönnyebben elnavigálhatják az érdeklődőt a buddhizmus irányába? Hát szerintem ezek nagyon jók, amiket mondtál, tehát jó. Forrásokból tájékozottál. Azért, mert te fordítottad ezt egyébként, és én csak a rezüméjét próbáltam röviden. Tehát kiegészíteni tudnám esetleg, hogy mondjuk igaz, hogy megváltásról nem beszélünk, de viszont felszabadulásról igen. És ez alatt a szenvedés alóli felszabadulás, vagy a szenvedés megszüntetését értjük. És beszélünk a tartós boldogságról, és azt, hogy ennek az útja valóban nem valamiféle, nem tudom én, túlvilágba vetett hiten vagy valamilyen elméleteknek a vallásán keresztül valósítható meg, hanem mivel a Buddha alapvetően azt ismerte fel, hogy a
szenvedésünknek mi magunk vagyunk az okozói, alapvetően két tényező miatt, egyik a vakság vagy szűklátókörűség, ugye, amit szakkifejezés, ami nem tudásnak nevezünk, és a másik pedig a mohóság. Ugye ezek és az ebből fakadó ellenségeskedés és gyűlölködés. És ahhoz, hogy mondjuk jobbá tegyük az életet, nem valahol máshol. Hát ugye a buddhizmus szerint itt élünk, ezt tudjuk megjavítani, vagy ezért az életért tudunk tenni valamit. Ennek az útja az, hogy saját magunkat meg kell javítani. Tehát szert kell tenni a tudatosságra elsősorban, ami a elvakultságnak a ellentéte, és ezzel összefüggésben a bölcsességre is, tehát tanulnunk kellene a tapasztalatainkból, a múltunkból, és megérteni, hogy mi mihez vezet, minek mi a következménye, és ezt figyelembe kellene venni a döntéseinkben, meg az életmódunkban, és a másik oldalon pedig szükség lenne egy bizonyos önfejlesztésre vagy önnevelésre abban a szempontból is, hogy ne legyünk annyira kiszolgáltatva a szokásainknak, az ösztönös késztetéseinknek, a mohóságunknak vagy az indulatainknak, hanem hogy jobban teret tudjunk nyitni a viselkedésünkben és az attitűdünkben a velünk született jóságnak és kedvességnek. Ez egy érdekes dolog, hogy ugye a keresztény hagyományunkban ott a eredendő bűn az egy sarkalatos pont. A buddhizmusnak van egy ezzel párhuzamba állítható tanítása, ami látszólag nagyon ellentétes, a valójában persze azért nem annyira, de hanem inkább csak, hogy a másik oldalát hangsúlyozza a buddhizmus, ez az eredendő jóság. Tehát a buddhizmusnak meggyőződése, hogy a tudatos élőlényekben ez a tudat természetéhez tartozik, hogy megvan egy természetes jó indulat, csak ez a rárakódott, úgy hívjuk, hogy szennyeződések, vagy tudati elhomályosodások, vagy a belső megzavarodás miatt nem tud érvényre jutni. Tehát itt nem arról van szó, hogy mondjuk önmagunkra erőszakoljunk valami elképzelt ideált, hanem inkább arról, hogy megtaláljuk a szívünk mélyében azt a természetes jó indulatot és kedvességet, amelyik eleve sokkal inkább alapja a természetünknek, csak olyan sok minden, hogy ezt letakarja, hogy nem tud érvényre jutni. Hát ez nagyon jól hangzik, nagyon szépen, de manapság, amikor annyi konfliktus van, háborúk zajlanak, emberek fordulnak egymás ellen, óriási a türelmetlenség, nincsen harmónia, akkor azt gondolom, hogy egy buddhista tanokat követő embernek ezt nagyon nehéz tolerálni, és mérhetetlen türelem szükséges hozzá. Hát nézd, a türelem az egyik olyan erény, amit valóban gyakorolni kell, ez a buddhizmus egyik alapgyakorlata. Hát a türelem a lényekkel szemben, és az együttérzés, mert mondjuk ezt, hogy segítsen elviselni az állapotokat, amiket magunk között tapasztalunk, azon a megértésen alapszik, hogy valójában a lények is szenvednek. Tehát, hogy aki mondjuk agresszív, ideges, feszült, az nem egy boldog ember. Tehát valójában maga ezek az érzelmi állapotok, a buddhizmusban szenveknek nevezzük ezeket, ezek a szenvek, amelyek az embereket megszállják és irányítják, ezek valójában nem vezetnek egy boldog és kielégült állapothoz, hanem azok, akik áldozatai ugyanúgy szenvednek tőle, mint a környezetük. És ezért a buddhizmus szerint a helyes hozzáállás az, hogy nem az, hogy elítéljük, vagy elutasítsuk, vagy nem tudom én, büntessük, vagy próbáljuk megnevelni azokat, akik ilyenek, hanem inkább, hogy megértéssel és együttérzéssel igyekezzünk segíteni nekik, hogy ők saját maguk is
megtalálják magukban a megnyugvás vagy a belső béke útját. Ebből következik az is, hogy a buddhizmus nem egy térítő vallás, hogy az jellemző, főleg a nyugati kultúrára, hogy a társadalmat általában úgy akarják megjavítani, hogy másokra kényszerítenek bizonyos elképzeléseket vagy eszméket, és ez már eleve halva született, még ha jók lennének, egyrészt ritkán jók ezek az eszmék, mert ez nagyon fontos, amiről beszélsz. Vágyakon alapulnak, és nem a realitás, hanem az élet valódi ismeretén alapulnak, és másrészt a módszer miatt, hogy elevek kényszerítésen és erőszakon alapul az, hogy ezt érvényre juttatják, eleve kudarcra van ítélem, mert csak konfliktusokat szül. Tehát a buddhizmus útja az nagyon fontos nálunk, tehát ez főleg a máján a buddhizmusban ez egy alapeszme, hogy nem önmagunkért csináljuk csak, hanem az összes élőlényért, de hogy ennek az útja az alapvetően a példamutatás. Tehát, hogy meg kell, saját magunkat kell ezt megjavítani, és megmutatni másoknak, hogy lehetséges, és vonzóvá kell tenni ezt a példát azért, hogy utána saját jó szántukból szívesen kövessék ezt. Igen, ez a megjavítás kérdése, ez most előhívja belőlem, amiről már az elején beszéltünk, a mesék világát. Egy korábbi vendégünk volt Büki Dorottya, aki mesékkel érkezett meg a börtönök világába, és meseterápiát alkalmaztak a fogvatartottak reintegrációjának előkészítéséhez. Te a saját praxisodban milyen erőt használsz a mesékből kiragadhatóan? Mi az, amit a népmese tud, ami egyébként tanításban, gyógyításban, vagy a magunk megjavításában tud nekünk támaszt adni? Hát nézd, a népmesevel kapcsolatos vizsgálásaimban arra jutottam, hogy a népmeséknek van egy olyan mély életbölcsessége, és ez képezi ezeknek a meséknek a lényegét, ami általában az életre és ezen belül a spirituális fejlődésre is alkalmazható. Tehát, hogy ezek annyira általános igazságok, hogy a legkülönbözőbb helyzetekben, tehát ahogy említetted, hogy például börtönlakokra is tudják használni, de ismerek ilyen kísérleteket, ugye pedagógiában már nagyon régóta használják ezt, de hogy a terápiában is, tehát, és nem csak lelkileg sérült embereknek tudnak segíteni ilyen meseterápiás megközelítésekkel, hanem még testi betegségeket is olykor kedvezően tudnak befolyásolni azzal, hogy segítenek az illető életkedvét, és ezen keresztül az ellenálló képességét, az erőit javítani. A mese lényege egyrészt ugye nagyon gazdag szimbólumvilággal rendelkezik. Ez a szimbólumvilág, ez részben közös a spirituális hagyományok szimbólumkincsével, valószínűleg onnan is származik. Tehát, hogy a mese az a mitoszból és a vallásokból emelte ki azokat a motivumokat és szimbólumokat, amelyeket aztán szabadon elkezdett használni kreatív módon, és egy sajátos újfajta szabályok és törvényszerűségek szerint, ahogy az a nép fantáziának megfelel, rakott ismét össze. De hogy tartalmazza minden esetre ezeket a mély szimbólumokat, és az eleve egy lélektani tapasztalat, hogy a hagyományos értelemben felfogott szimbólum az nem egyszerűen csak egy jel, hanem egy olyan összetett képi ábrázolás, amely az embert nagyon mély
szinteken érinti meg, érzelmi és spirituális szinteken is, és általában a szimbólumoknak nincs is egy konkrét megfejtésük vagy lefordítható jelentésük ezeknek a hagyományos értelemben felfogott szimbólumoknak, hanem az a pszichológiai felismerés született ezzel kapcsolatban a 20. században, hogy maga az, hogy ezekkel a szimbólumokkal valaki foglalkozik, az gondolkodik, ezt művészileg, nem tudom én, ábrázolja, használja, az átalakítja az embert. Tehát valahogy transformálja vagy csatornázza az energiáit, és ott például, hogyha ugye legtöbb lélektani probléma és spirituális probléma is ott jelentkezik, hogy az ember valahol zsákutcába kerül, vagy valahol elakad valami belső ellentmondás következtében. Vagy eltéveszti az utat egyszerűen valamilyen félreértés vagy illúzió következtében, vagy a saját gyarlósága következtében. És ilyenkor az, hogy ezekkel a szimbólumokkal foglalkozunk, ez segíthet feloldani ezeket az elakadásokat, illetve rávezetni bennünket azokra a problémákra, amelyek ezt okozták, és akkor ilyen módon a fejlődés tovább tudja segíteni. És hát a mese ráadásul, mondjuk a saját vizsgálódásaim szerint még túl is megy a szimbólumokon, tehát a szimbólumokkal való foglalkozás az önmagában gyógyító lehet, de hogy a mese lényege nem is a szimbólum, hanem maga a cselekmény. Tehát hogyha volt egy Vladimir Prop nevű orosz néprajzkutató, ugye a múlt század elején, aki felismerte azt, hogy a népmesék általában bizonyos véges számú, nem is túl nagy számú motivumot tartalmaznak, és ugyanolyan cselekvés panelekből épül fel, vagy cselekmény panelekből. Tehát, hogy van egy jellemző forgatókönyve a meséknek, amiben a konkrét szereplők, meg a konkrét szimbólumok, azok cserélődnek, változnak, de maga úgy hívjuk, hogy a tudományban, hogy szüzséje, tehát a szüzséje az nagyon kis számú mintára egyszerűsíthető le. És ez a szüzsé, hogyha most hétköznapi nyelvre akarjuk lefordítani, akkor akár azt is mondhatnánk, hogy a népmese ugyanúgy a boldogság kereséséről szól, mint a mondjuk a buddhizmus, vagy más vallások, meg maga az emberi élet is. Mindenkit ez mozgat, hogy keresi a valódi boldogságot. És ennek az útját egyszerűen a népmese egy sajátos nyelven, egy sajátos módon írja le, sűrítve, amit lehet, hogy az eszünkkel már nem értünk. Tehát mikor én elkezdtem a népmesékkel foglalkozni, és tartottam előadás sorozatokat, meg írtam két könyvet is ebből a témából, ezek óriási siker lettek, ami valószínűleg annak tudható be, hogy ezek egyszerűen arról szóltak, hogy én megpróbáltam lefordítani a mai hétköznapi nyelvünkre ezeket a tanításokat, amiket a mesék részint, a cselekményen részint, a szimbólumokon keresztül közvetítenek. És nem biztos, hogy az eszünkkel értjük, de a terápiák azon alapulnak, hogy akkor is hat érdekes módon a mese, hogyha az ember az eszével nem érti, mert mélyebb rétegekben a tudattalamban, vagy érzelmi szinten meg ugyanakkor mégis tudjuk dekódolni. Igen, lassan a beszélgetés végére érünk, úgyhogy itt most meg kell állapítani, hogy olvassunk népmesét, és ezeket beszéljük is meg másokkal, ha én jól olvastam. Ez fontos, igen, a mese az eredetileg nem irodalmi műfaj volt, hanem egy kommunikatív műfaj, igen. Igen, és hát a végére én azt a kérdést hagytam, hogy egy buddhista pap szabadidejét hogyan tölti általában. Én azt tudom, hogy te például kedveled Keith Jarrett zenéjét, különösen... Hát sokféle zenét kedvelek, igen. A kölni koncertjét sokan szeretjük, és ebben biztos, hogy van közöttünk ilyen típusú kapcsolat, mert én is nagyon szeretem azt a koncertet.
mivel töltöd az idődet, amikor nem a munkádat végzed, vagy nem a magad? Nézd, először is buddhistának 69 évesen is nagyon kevés szabad ideje van, mert még mindig rengeteget dolgozom, tehát tanítok, legfőképp ezt teszik ki mondjuk a nagy részét, de most, mikor hazaköltöztem 2 éve Magyarországra, itt egy pszichológiai praxist is felépítettem, úgyhogy nagyon sokat dolgozom, és ami szabadidőn van, ott a művészetek jelentik a kikapcsolódást, amit nagyon szeretek, nem csak a zenét is, de a képzőművészetet is, az irodalmat is, és hát sokat járok, most sajnos a pandémia alatt ugye ez ledukálódott, de ezt most újra fogom indítani, remélhetőleg koncertekre, színházba, amikor hozzá tudok jutni. Kedves nézőink és hallgatóink, a Studio Veszprém podcast epizódja és a 100 szóban Veszprém pályázatunk az állami és önkormányzati, valamint LKF támogatás nélkül valósulnak meg. Köszönjük fő támogatónknak, a Vitakin Kft-nek, média támogatónknak, a Balaton Televíziónak, valami patronus klubunk tagjainak, hogy támaszkodhatunk rájuk. Így a Royal Kertre, a Targonca Trade-re, az ASICS Intersolarra, a Nyugalom Kft-re, a Bramag BMI Magyarországra, a Kuti és Fia Kft-re, a Tornai Pincészetre, a 6 éves Hester's Five Kft-re, a Nelson Biztosítási Alkusz Zrt-re, az Unilever Algida Veszprém jégkrémgyárára, a Szófia Magánklinikára és nem utolsó sorban a 25 éves Ringautó Kft-re. Ez a Studio Veszprém műsora volt. Hallgasson ránk minden pénteken!